Na, hellóztok, szevasztok, mi a helyzet, mi a pálya itt? Hát, hosszú-hosszú idő majdnem két hónap, és nem volt videó. Most is csak ilyen utólagosan felvett nyári, hát ez ugye júli, augusztusi kocsivlog lehet? Hát majd Uszagi úr megírja. Itt éppen Majzűrűben vagyunk a, a Kanzaki, Kanzaki Beach-en, hogyha az akarja valaki a Google Mapon ezt így beírem, Kanzaki Beach és hétköznap voltunk, és amúgy nagyon-nagyon mókás volt. Jó, előtte voltam amúgy ö, ö, letart, letartóztatási, letart, letelepedési, azaz tar vagy tartózkodási engedélyt hosszabbítani, ami amúgy pikpak megtörtént, körülbelül 5 perc alatt kész volt. De, de jó buli volt az egész, és akkor elmentünk utána beach elni, tényleg kuty senki nem volt végig. Senki, 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 senki nem volt a, a tengerparton szint. Tehát hétköznap volt, aztán uszagival ott el, elhédereltünk, elnapozgattunk, elbuliztunk. Jó volt, jó volt amúgy, csak, csak javasolni tudom annak, aki erre jár, de hát valószínűleg erre nem nagyon lesz példa, mert megközelíteni is azért eléggé nehéz. De hát itt látjátok, hát ez a, ez a kocsi a táj miatt van, tehát hogy nézzétek és élvezzétek, hogy, hogy, hát ilyen is van, tudjátok, a vidék, a hegyek, meg, meg minden ilyen egyéb. Lássatok ilyet is, ha hát nem csak Tókióból áll az élet, hogy szoktam mondani. Na de, tehát jó volt a tengerpart, volt ott egy kis kaland, mert hát jobb tudom, hogy ez senkit nem érdekelt, a nagy dolgok nem történtek. Bementünk úszni, hát úszni, hát úszni, amúgy úsztunk is tisztességesen, mert muszáj volt, ez, bementünk ugye lehűteni magunkat, meg kurva meleg volt, tényleg mocskos meleg volt. Itt még, tehát ugye ez egy pár hónapos felvétel, itt, itt meg az animés vonat átjáró, pár hónapos felvétel, és hát... Addig-addig hülyeskedtünk, még az egyik Crocs papucsomat, az egyik pár, pár egyik felét, azt így bevitte a víz. És mit tudom, hogy majd fél órá, fél orá a segünket, nyilván, amikor a legnagyobb az UV-sugárzás, tehát kb. délbe voltunk ott, és azonra jöttünk, hogy mi is jókor jövünk ki a tengerpartra, és, és fetrengünk a lapon, mert mindenkor a legnagyobb az UV-sugárzás. Na mindegy, ez legyen a legkevesebb, és így megyek ki a tengerpartra, vagy ugye úszunk vissza a part és hát nincs meg a papucs. Hát halapicsában van, és nézzük ezt, hogy valami a messzeségbe, valamit visz a víz. Hát az csak nem egy papucs. Akkor egymás résznünk, úszunk utána, hát jó, jó, hát nem volt azon drága, de hát mégiscsak szeretem, úszunk utána. És hát túlúztunk a bóján. Na gyerekek, azt a, azt hisztet, amit levertek, geci, és az a baj, tehát hogy ment a hangos bemondóba, hogy bocsánat, ment volna, de amúgy hülyén volt ráírva angolul, ezt Tuszagi jól tudja mondani, mert, mert valahogy úgy, úgy tehát, tehát, úgy volt ráírva angolul, és ugye nekem miért a japánul tudni, nyilván japánul helyesen volt ráírva, de angolul úgy volt ráírva, hogy hogy is van, hogy, hogy, hogy is volt, hogy, hogy eddig biztonságos úszni, vagy nem is tudom, ha Uszagi megnézi a videót, akkor esetleg is ide kommentál, de nem szólok neki, talán megnézi, akkor mindegy, akkor, akkor majd ez kiderül. Mindegy, nagyon hülyén volt megfogalmazva, tehát nem az, hogy eddig és ne tovább, hanem mindig eddig biztonságos úszni, de utána, de nem volt hívva, hogy utána már ne ússzál. Hát igazából ez a lényeg, hogy néztünk rá, menjünk tovább, menjünk, hiszen nem kötelező japánul tudnunk, Na, tovább mentünk, hogy elkapjuk a crocsot, és akkor ott ment ott a hangos bemondóba, de valami egy ilyen, egy ilyen öreg, okoskodó, 80 ezer éves ember ugatott, ugatott a hangosba, ami alapból szar volt, szóval valószínűleg így 300 évvel ezelőtt így telepítették ki, és már, a, és már a világháborúnál is valószínűleg ő már rossz volt. És, és, egy hely, és egy ilyen jó kis helyi akcentusba ő nyomta, egy kurva szót nem értettünk belőle. Tehát így, így visszafordultunk, így nézzük, így tapostuk a vizet, ahogy ugye jó magyar, magyarhoz képes, hiszen vízi, nép a magyar, nem csak lovas. Tapostuk a vizet, így néztünk el, és mutattuk, hogy minden rendben van, hát biztos valaki nézett távcsőről, hogy ha-hó, minden oké, okay, csak megyünk a papucsért. Az meg csak mondta, csak mondtam, szarok én rá, mondom, izé. hát kit érdekel. Nem, 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 tényleg nem értettük, mit mond. Mint próbálom magyarul leutánozni, hogy nem, nem lehet leutánozni, szörnyű volt. Na nem is ez a lényeg. Kimentünk, és akkor jött ilyen vízirendés, ilyen helyi ilyen vízirendés csaj, akkor az mondta, hogy már mondtuk, hogy tudjuk, tudjuk, de mondom, elúsztunk a papucsomért, mondom, ha hagytam volna ott veszni, mondta, jól van. Bocsánatot kérnünk, elnézést a felfordulásért papucs. Mondta, jó, 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 rendben mutatotta a izének, ott a többiek, a fiataloknak, minden oké, és minden rendben van, minden fasza. Megyünk föl, hogy jó, kipihenjük magunkat, mert tényleg kupva úsztunk, és hát ugye az áramlat az kifele, tehát áramlattal a szembe, tehát azért tényleg marhára elfáradtunk. Na erre jön a bemondós öreg, Hú, na én eljöntem mondom, ne beszélj vel a japánul, nem kell japánul tudni, akkor föladja. Na, Uszagi elkövet a legnagyobb hibát, válaszolt. Próbált udvarias lenni. Na, az öreg megérezte a gyengeséget, elkezdte fosni a fasságait. Én mondom neki, mondom, Uszagi, -nek mondom, nem, mondom, ne, ne, bizé, hagyd a picsamon fölbasszol, fölidegesítesz a rövid időn belül. Na, akkor nekem is elpattant az agyám, mondom, jó van, papa, mondom, menjen vissza a sátorba, mondom, majd mi tudjuk, hogy mire, hogy mire van szükségünk. Jó, köszönjük szépen. Mert nem az, hogy aggódott vagy valami, hanem itt magyarázat össze, össze, hogy Itt senki nem úszott még ilyen sokáig, meg a tugatot, no, hát mert nem tudtuk úszni. De amúgy ez marha, ez volt marha érdekes, hogy egy csomó egy szigetországbeli emberre találkoztam, új zélandiakkal például, nem mit tudom, ugye japánokkal is, britekkel, és a, és, a, és, a, és a nagy része nem tudott úszni. De rendesen, nyilván így elkutyaú kutya úszott ő a vízbe, meg úgy el, el volt, De nem tudott úszni. Hanem az egy szigetország, akik lakik, annak nem kell. Hogy mi? Az nem is értem. Na mindegy, nem ez a lényeg. Ez volt, az, ez volt ott a mi kis kalandunk. És így utána úgy, úgy én meg is csömörlöttem úgy videózás terén. Tehát úgy, jött az ihlet, úgy jött az ihlet, hogy ugye megcsáltam a Jokerest. Az, 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 hogy nekem is tetszett, megtaláltam ezt a hírt, gyorsan még utána olvastam, még különböző hírportálokon azt összeállítottam, összeraktam, felmondtam, láttam, hogy nektek is tetszett. Többen gratuláltak személyesen, és priváló, hogy ez kura, hogy ezt a vonalat kéne folytatni. És ugye csináltam az atomreaktorosról videót, de ott, ott, ott már úgy lelankadt a kedvem, mert ugye egy, erről kéne egy ilyen rendesen 5-6 perces, de mondom, az meg ilyen hírfelolvasás, másnak a cikke konkrétan, egy szabad fordítás, csak nem mondom oda, hogy honnan loptam idézőjelben, mondom, és milyen ügyes vagyok. Aztán mondom, no, se jó, utána néztem, ilyen gagy, ilyen japán bulvár, és így, loha, és így lelombozódtam, mondom, meg pedig ez olyan jó lett volna. Na mindegy, és akkor úgy, úgy nem, aztán úgy jött egy ötlet, akkor az úgy megint elsüppett, meleg volt, meg a faszom, meg elkezdtem szeptembertől komolyan venni az edzést. Tehát így fogtam, és ö, ja, megyünk haza Magyarországra decemberben, és hát tudom, hogy Magyarországon be fogok hízni, mint a disznó. Nem sokat megyünk, egy kb. két hetet csak, itt családdal együtt. És ö, mondom, akkor kicsit előtte megbolygatjuk az étrendet, meg minden, komolyanban veszük az edzést, és tényleg egész jól működik, már egy 5 kilót leadtam, lehet, hogy többet is, a fene tudja meg kell nézni a te zsír százalékot, mert két hónapja nem néztem meg, mindegy, nem ez a lényeg. De te súlyba fogytam, tehát azt hiszem 117 körül láttam a mérleg, és azt 112 körülbelül. De nyilván plusz-minusz fél kiló attól függ, hogy mennyit eszek, mennyit kakálok aznap, stb. Lehet, hogy néha kevesebb. De érdekes, érdekes, és akkor úgy, 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 megint visszaálltam az edzéste, és az úgy jól ment, hogy akkor hazajöttem, akkor mit tudom, ha délutános voltam általában, csak ugye akkor tudok menni edzeni, mikor délutános vagyok. Vagy ha pihenőlapos, ugye eldobom a gyerekeket reggel az aviba, utána akkor el elmegyek edzek egy másfél órát, és akkor utána, ha szabadnapos vagyok, akkor csinálom a házi, a házi teendőket, a ház körül, amit éppen tudok, mit tudom, főzök vacsorát, elmegyek boltba, ha van időm, akkor még miatt mennék a gyerekekkel azelőtt, mit tudom én, alszom, vagy pihenek egy órát, vagy másfelet, és akkor utána meg ugye, ugye úgy általában, mint a délutáni napok, ugye gyerekekkel folytatódnak. Ha meg ugye munkanap van, akkor meg, mit tudom, mit tudom én, kilenctől, ha tudok kilencre odaérni, attól függ, hogy, hogy, hogy a gyerekekkel hogy indulunk el, hogy érnek be az oviba ha tudok 9-től már, tehát től edzeni, tehát már leérek pont a terembe átöltözve 9-re, akkor azt mondom, hogy egy ilyen fél 11-kor végzem, akkor hazajövök, mit tudom én. És akkor talán tudok egyet hújni meló előtt, egy órácskát talán, vagy csak, csak pihenni, csak egy hát az összes és pihensz. De ezt én így eléggé sútba dobtam, így szeptemberben, de, de, de úgy jól haladtam. Tehát mit tudom, én állítólag a gép szerint, tehát van ilyen gép, nem tudom, hogy ki láthat már ilyen gépet, ugye, hogy egy fogod, nem tudom neki mi a hivatalos neve, ez egy ilyen inbody gép, ugye, hogy megfogod, és ilyen finom elektromos háromot vezet át ugye a tested, és csak ez alapján kiszámolja, hogy, hogy ugye milyen, mennyi a testzsír százalékod, mennyi víz van a testedben, mennyi, mekkora az izomtömeged, mit, milyen magas vagy, milyen a csontozatod, stb. 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 amit tud és akkor az alapján építettem izmot, mert vesztettem zsírt, ott, mint tudom, zsír százalékom azon 18 százalék. Itt tök jó haladtam, mondom, ez tök király. És aztán jött egy nap, találkoztam itt ilyen külföldiekkel, ilyen tök jó arcok, és akkor így ők már régóta egy ilyen bandát alakítottak, csak mi úgy nem nagyon mozdultunk, ugye össze nem találkoztunk, nem volt rá esélyünk. Hát ők ugye, ugye idézőben keresztbe dolgozunk, de nem volt esélyünk, és találkoztunk egy ilyen helyi ilyen kis bulin, ilyen kis macurin. Akkor meghívtak fotbalozni. Ó, hát mondom, hát gyerekek, én a fotbalisten. Mondom, nem fotbaloztam már, vagy 7 éve, vagy 8. Tehát ez sehogy. Tehát itthon az, hogy a gyerekekkel rugdosok, meg néha dekázgatok, meg ilyenek, az, az nem fotbal. De nem fociztam rendesen kis pár, hogy most folyamatosan mit tudom én, egy 2 10 perces meccs, vagy 15 perces meccsek forgásba, stb. És nem, 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 nem. nem. Egyszerűen nem volt. Nem volt kivel, nem volt mikor és meghívtak focizni. Na, a, a, a vén buzi, én, nem szokta a cigány a szántást alapon, elmentem edzni, mert az annyira király, hogy, 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 hogy bocs, edzni a pöcsömet, elmentem fotbalozni velük, tök jó, tök jó, hogy tényleg nagyon, nagyon jó volt, jó volt a terem is, nem műfű volt, mert esett az eső, de mehetünk volna műfűre is, de hál' nem mentünk, mert műfűes cipőm nincsen, csak teremcipőm. Aztán csúszkálta volna a műfűr, az még úgy poén lett volna. Aztán Bocsi, csak este veszem már föl, ilyen 9-9 óra körül. Aztán jó volt, jó volt, jó volt, jó volt. Beálltam kapuba, mert ilyen forgásba toltuk, ugye gólt kap, gólt kap, de amúgy a előttem lévő kapus az akkora balfasz volt, hogy kb. minden bepattant róla. Tehát, ez, 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 tehát ha anyám elrúgta volna Magyarországról, kislábbújhegyjel, akkor is, akkor is gólt kapott volna szerencsétlen. Tehát egy, 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 egy igazi madár volt a kapuba kint, úgy egész jól elügyeskedett. ez a gyerek kiment, és hátvédként majdnem pöckölt nekem egy gólt, az az öngólt, amit én káni reflexekkel kitoltam. Na, hagyat is basztam magam azonnal, tehát egy a testem, leragadt a lábam, és éreztem, hogy hát egy kicsit mintha megrándult volna a hátam, de hát, ugyan már, hát, az, az a, a tökös pannon puma, hogy megmutatja, hogy az ugyan már, hagyjuk már. Hazajöttem, bőltem a kártba, így bekettem sportkrémbe, semmi baj nem lesz. Másnap szünnap. nagyon kire elmentem edzeni, mert okos vagyok, éreztem, hogy fáj a hátam, elmentem edzeni, mert, mert, van eszem, nyilván. És izé, következő nap elmegyek az óvodába, vagy elviszem a gyerekeket. Már éreztem, hogy valami nem százas. Tehát, hogy már úgy úgy, úgy, úgy szúrdogált. mondom, mindegy, majd jó lesz ez, majd lemegyek a teremben, mert bekészítem az edzős cuccot, miért ne? Mert lemegyek a teremben, vagy megmutatom, hogy én vagyok, majd ott mit tudom, lenyújtok, meg van ilyen, ilyen masszázsgép, ilyen növes, ami így ráz, rázza a testedet, ugye, és akkor az úgy király lesz, ilyen, fú, majd lemegyek, megérkeztem az oviba, kiengedem a nagyobbik, nagyobbik gyerkőcöt, a, a kisebbet azt ki, kikapnám az ülésből, és egy olyan fájdalom hasított belém, gyerekek, még életemben nem éreztem. Tehát, konkrétan a gyereket majdnem elejtettem, de még le tudtam rakni. Konkrétan szer szerencsétlenek szerintem ott helybe izé, horror, horror filmet láttak, sokkot kaptak, majdnem sírógörcsöt kaptak, na jó, nem. De így összeestem. Nem tudtam fölállni. Konkrétan nem tudom, összefutottak az ovónők mindenki, hogy hívjanak-e mentőt, mondom, hát persze, nekem mentőt ugyan már hagyjad már, te hogy kell mentő. Ne szórakozzatok már, tökös csávoljokat. Hát fölkúztam így az autónak az oldalai fogta, de mondtam őket, hát, hogyha lehet, akkor bevinnék a gyerekeket. Hát persze, haza tudok vezetni, persze, hogy haza hogy ne, hogy ne, hogy ne. Hát egy 10 perc, 15 a hazaút, körülbelül. Nos, én nem tudom, én, én gondolom, hogy ez a szülési fájdalommal lehetett egyenértékű. Gondolom én. Mert a, amíg hazavezettem, tehát, és az automataváltós autó. Tehát csak az, hogyha ráléptem akár a gázpedálra, akár a kuplunkfékre, úgymond, olyan fájdalom, de végig, tehát, hogy ültem, olyan, hogy az alkaromon és a csuklómon folyt a víz viccet félretéve. Az alkaromon meg a csuklómon folyt a víz. Tehát nem a homlokomon, nem. Alkar csukló. Olyan lehetetlen helyeken, ahol hogy az ember általában nem izzad. Hát baz meg. Hazaértem, mondom, kimegyek, azt mondom, mondom, én valószínűleg már nem megyek dolgozni, mindegy, fölmegyek, lefekszem, gondoltam magamba, hogy ez meg, hogy majd, aha, körülbelül addig jutottam ki az autóból, hogy így kiraktam a lábamat, és így előre egy beestem az ülésre, és hogy onnan nem tudtam mozdulni, telefont ki a zsebemből, betelefonok a munkahelyre, ma esélytelen, hogy én bemegyek dolgozni. De már előtt is úgy fájdogált a hátam már, hogy a foci előtt is, de úgy mondom, jó lesz az úgy. Rendben van. Aztán mert a feleségemet, jó, valahogy mondja, hívjak mentőt, mondom, hívhatok, mondja, hogy jó, Valószínűleg pénzbe kerül, mondom, hogy ki jön a mentő. Hát a japánban gyerekek, ugye EU? A múltkor, és nem felejtem a szóval, tehát a mentőnél, hogy hívja a mentőt, itt megállunk. Ugye emlékeztek, meg a meséltem, az is egy kocsilókban volt, ugye, hogy vesekövem volt egy ilyen picike. És akkor én pont a. ugye bementem, nagyon fájt, de tudtam még járni, meg semmi, csak fájt. Fájt, tehát úgy, úgy, úgy. úgy úgy, úgy, úgy fájdogált. És bementem a kórházba, beálltam a, a recepcióhoz, hogy mondom, hogy hát gyerekek, kurvára fáj a hátam valami. Jó, hát akkor menjen a sürgősségére. most ezt ők nem közölték velem, egyszer voltam a sürgősségén, akkor is az volt, amikor vasszilák ment a szemembe, még évekkel ezelőtt, de hát azt se én intéztem, mert nagyobb dolgom volt, mint hogy ilyenekkel foglalkozzak. És mondtak, hogy menjek a sürgősségére. Hát, jó, bementem, sürgősség, így, meg úgy magam úgy. Senki nem volt, kell láttak, mondták, hogy jó, van egy, van egy pici kis kő, azt ki lehet csarantani, nem kell se szét lézerbombázni, se semmi, így sok vizet, itt van, fölírjuk magának egy fasz a fájdalom Semmi gond nem lesz. Jó. És kimentem fizetni, és fizettem valami, mit tudom én, mert ugye röntgen volt, meg emerít, meg ott is minden szart így megcsináltak, hogy megállapítsák, hogy mi a gond. És fizettem valami majdnem 16-17 ezer jent. Mondom, hm, mondom, hát tudom, hogy nem, nem, tudom, hogy nem olcsó a, a, az MRI, ha jól tudom, a, vagy a CT, azt hiszem az emeri, az emeri, az, MRI, az MRI ugye az, amikor ugye betolnak a gépbe, és akkor egy ilyen, kb. egy ilyen goa party legyen. Amúgy én kurvára élvezem. Amúgy tényleg így fogod, így becsukod a szemed, és azt hiszem, hogy goa party vagy. De mindegy, azt hiszem az MRI. De innen mindent is megcsináltak, és így meg van, 17 ezer. És akkor így, jó, mondom, nem baj, mondom, nincs nálam most annyi cash, de hát a kórház, mivel ez ilyen jól felszert kórház, van bankautomata, kimentem, kivettem a pénzt, hiszen kifizettem, megkaptam a számlát. És így a számlán a 17 ezerből 9 ezer volt az, hogy én a sürgősségire mentem. Tehát ebben a kórházban, Nem minden, most véletlenül, nehogy ez minden japán kórházban 9 ezer a sürgősségi. Tehát ez a 9 ezer úgy, hogy ezt állta a TB. Hát ez a 17 ezer, úgyhogy álltad, hogy most a 30%-át fizettem ki az egész összegnek, tehát lehet fejbe számolni. És így álltam, és így néztem a csajra, hogy te figyelj már, ezt miért nem mondtad, amikor elkötöd a sürgősségére? És így néz rám, hát azt hittem, hogy ön tudja. Mondom, én ezt nem tudtam. Mondom, ez az azonnal húzza le ezt a 9000-et, mondom, nem nem világosított fel. Nem, hát akkor inkább végig szenvedem, hát ez a 9000, smuci, geci vagyok. Igen, tetszik, hanem azt a 9000-et el tudom kül köl költeni máshova is. Vagy bármi, bármi másra. Meg hát különben is, hogy tájékoztassak már. És akkor itt ott vizi, hát, hogy, hát ő nem, nem tud dönteni. Mondom, nem érdekel, hogy ki tud dönteni, hívjon ide valakit. Mondom, nem tájékoztatott, tudom, hogy van kamera, azt tudom, hogy vesz hangot is. Mondom tudom bizonyítani, hogy ön engem, nem tájékoztatok. Mondta, jó. Kihívja a csáót mondom neki, hogy mondom, mi ez az összeg. Mondom, én erről nem tudtam, életemben nem voltam a sürgősségén, mondom, ha, és leadtam, ha megnézték volna a kartonomat, meg a tévémet, mert minden szírszalt, ami ugye beregisztráltam a kórházba, akkor láthatták volna, hogy életemben nem voltam be a sürgősségén Ö, az új kártyával. A régivel voltam, csak egy másik kórházba és mondom, hogy itt nem voltam még. Hogy mond vakarta a fejét, hogy most mi legyen, hát telefonálni kell, mondom, mondom, erre van öt percük, mert mondom, hogy kurva ideges vagyok. Jó, mindegy. Az a lényeg, lehúzták a 9000-et, megúztam, csak úgy meglepődtem. Tehát, vessek, ő, na vissza a sztorihoz, hívjon a mentőt. Most nem kalandoztam el. Mondom, hát valahogy csak bepréseldöm az autóban, mert hát a mentő is pénzbe kerül lehet, hogy csak nekem, lehet, hogy nyugdíjasoknak már ingyen van, mert ha jól emlékszem, valaki írta, hogy Zsíros Deszka mondta, hogy a, hogy, hogy a nyuggerek azok a mentőt használják taxiként is. És most még miatt azt mondanám, hogy de ez nem igaz, meg ilyen van. Nem, ez igaz. <laughs> Vannak nyuggerek, akik használják a mentőt taxiként is. Tehát, nincs, tehát ő nem akar becsattogni a kórházba, ő kitalálja, hogy baja van, kívja a mentőt és beviteti magát. Mert mit tudom én, ő már olyan korban van, vagy olyan tököm tudja milyen handicapje van, hogy neki ingyé van a mentő, és akkor nem kell taxit fizetni, vagy benzinpénz, vagy bármit. És kihívja a mentő taxit, úgymond. Csodálatos. És ilyen tényleg van. Nos, nekem ezért fizetni kellett volna, és én begyem össze magam az autóba, befeküdtem a, mert, mert ugye kombink van, befeküdtem a csomagtartóba, mondom jó, kórház be, majdnem magam, magamat konkrétan, nem tudtam fölállni. De viccet félt, nem tudtam fölállni. És nem úgy, nem tudtam fölállni. De úgy úgyse, olyan fájdalmaim voltak. Konkrétan így tologattak egy ilyen kocsim végig, hát a a, 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 tolószékben nem tudtam megülni. Olyan, borzasztó, nem, nem, tudom elmesélni, borzasztó, és akkor ott is elküldtek MRI, CT, röntgen. mondom, biztos sérven van, biztos megerőltettem, biztos az, amikor állatmódjára edzettem, mint egy bolond, és én 240 kilókkal googoltam, meg annyival deadlifteltem, azaz húztam fel, biztos ez így, és ez nagyon gyors fejlődés volt, akkor biztos emiatt lett vége az egésznek, stb megjön az eredmény. Mondom, mondjon már valamit, sérven van, mert akkor legalább tudok, tudom valamit kötni. Semmi. Egyetlen egy, amit föl tudom magának róni, hogy a csigolyák között szerintük a hely már nem, nem olyan, mint aminek ideálisan lennie kéne, de nem is kicsi, szóval még azt se tudják mondani, hogy valószínűleg ott becsípőtetett valami esetleg. Tehát még porckorong sérnek a gyanúja sem merült fel. Ha mondom, akkor ez mi a fasz? Mondták, hogy nem tudják, fogalmuk sincs. Meghúzódhatott egy izomzat, de azt ők nem látják, túlerőltetettem túl, túl erőltetettem bármi szírszar lehet, nem tudják. Jó, nagyon jó. Kilőtte magam a melóból. Most ez ilyen kocsi vlog lesz, szóval ez, akit nem érdekel a sztori, az rólam, de, de szerintem tanulságos lehet így a 30 fölötti embereknek. De csak úgy elmondom, tehát, hogy, hogy, hogy ilyenek voltak. De lesz majd itt japános sztori is, meg nyilván itt is volt már japános sztori, de hát hazamentem, befeküdtem az ágyba, és a feküdtem nem fájt. Bevettem a fájdalom minden rendben volt, befeküdtem, nem fájt. Nagyon kire, nagyon csúcs, fasza. Tényleg, 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 tényleg nagyon jó volt. És hát három napig feküdtem, mert nem tudtam megmozdulni. Tehát tényleg, tehát én né négy kézláb mentem ki úgy pisálni a vécére, és az a jó, hogy volt annyi eszünk, mert a feleségem mondta, hogy minek, a, minek az emeletre WC, ugye a házban. Mondom, hidd, de jó lesz az. És most rájött, hogy jó az. Mert nem kell, mert ugye, mit tudom, át, úgy átlag, átlag, átlag japán lakások, na, sok esetben egy budi van. Még akkor is, emeletes a ház, és az is a földszinten. Hát most gondolhatod, ne, Nagyon jó, hogy két, nagyon jó, hogy két budit rakattunk be de ott is úgy mentem ki, hogy izzadtam, fájt, meg kellett állnom félúton, stb. És így fel toltam magam, hogy nekem a lábaimat használni, és így rá könyököltem a buditartályra, és így valahogy így, mint ráhasaltam volna magára az ülőkére, hogy belelogjon a, a és akkor tudja brunyálni. Borzasztó volt, szörnyű. Ha azon gondolkodom, hogy katétert földugok, mert mondom, sírás kerülgetett. A sírás mindegy három nap és után egyszerűen fel tudtam állni. Ó, oh, mondom, hát akkor mászkáljunk egy kicsit. Mert ennyi eszem van. De úgy tudtam is, tehát hogy elkezdtem hogy menni, sétálgatni, és ott egy kicsit bemelegettem, és talán jó volt. Mert tényleg. Itt ami van itthon egy botunk, arra rátámaszkodtam, sétáltam a lakásba, Utána nehéz, tehát hogyha visszafeküdtem, és úgymond kihűlt az izom, meg kihűlt a derekamban lévő minden is, akkor utána megint nehéz volt felállni, így a falat kapartam, meg valami támaszték kellett, de a másodszor felálltam, akkor utána jó volt. És akkor minden három, a negyedik nap meg úgy jött, ahhoz, szóval, hát vasárnap visszamegyek dolgozni, a úgy sincsen semmi. Állni tudok. Maximum, ha nagyon fáj, akkor kicsit lepjenek a földre. Mi baj lehet? Jó. És lehetne vasárnap dolgozni. Semmi bajom nem volt. Kicsit fáj, tudtam sét, és amikor tényleg úgy bemelegedett, úgy álltam már, mit tudom én, egy órája, akkor úgy nem is éreztem, hogy fáj. Kicsit leültem, ha, ülésből fel kell állni, akkor jó, de utána megint jó volt. Na mondom, nagyon király, akkor hétfőn is megyünk ugyanúgy délutára. Azt jaj, ja, ja, délutános voltam, ugye meg délutára. Felpatantam a bringára, utcu neki. És én nem tudom, hogy hogy, hogy a bicikli megpattant egy húr, vagy valami. De ott már olyan szintű fájdalom volt, tehát, hogy nem ez a terhesség, nem ez a tényleg brutális, hogy ez az a de utána elmúlik, hanem ugyanaz volt, mint a vesekőnél, hogy mintha valaki, és most egy kb. képzeljétek el, hogy most nem egy, nem egy nagyon vas, nem egy nagyon hegyes tárgyat, mit tudom én, egy, 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 egy vékonyabb fakanálnak a végét, így folyamatosan a, a, a hátadnak a csípő környékén így folyamatosan valaki nyomná bele a hátadba. És így lezsibbadt az egész, de mind a két lábam, de a legjobban a, a ballában, lezsibbadt, mint az állat, úgyhogy nem tudtam állni. Hát konkrétan felkeltem, egy percet ha álltam, és olyan szinten bezsibbadt, hogy összeestem. No, hát én ezt nem hiszem el, gyerekek. Megint, izé, jó, mondtam, hogy hétkor azt mondtam, hogy hál' Istenek, tényleg vas hétfő volt, és valami úton, módon nem voltak sokan. Mondtam, hogy nekem haza kell menni. Felhívtam, felhívtam, a családot jöjjenek, értem. Értem, jöttek be a kocsiba, minden rendben, de hogy van rendben, másnap be a kórház, megint megnézik, fölírnak, megint kaptam egy injekciót, megint így, szedje ugyanazt a gyógyszer, tovább jó lesz az. És ez, én még ilyet nem basztam. Tehát a sírás kerülgetett esténként, hogy tényleg ez a folyamatosan nem olyan fájdalom, hogy tényleg ez, hanem ez a végig fáj, kellemetlen, nem tudsz aludni, zsibbad a lábad, zsibbadnak a golyóid, minden egyes bajon van. És ez, hát ez egy négy-öt napig tartott még, még ezt hogy kifeküdtem, mikor úgy már úgy normálisan a lábra tudtam állni. Hát majd hát több mint egy hétig feküdtem, úgymond, ha hogy összeadjuk a napokat, borzasztó volt. Nyilván nem volt kedvem videózni, remélem megértitek. Amúgy, hogyha valamit itt láttok a felvételen és kérdezni akartok, akkor, nyugodtan, nyugodtan nézd, akkor nyugodtan kérdezzetek. Csak írjátok be egy hányadik percnél, jó? És akkor maximum válaszolok rá. Mert most, most így el vagyok magam, vagy beszélgetek, mint hogyha csak így dumázgatnánk, és közben megy a videó. Most éppen, hogy a teherautónak nézem a segít. Na, borzasztó volt, és én rájöttem, hogy lehetséges, hogy még mindig ben van az a kő. Hmm. Mert ugyanúgy zsibbad, dott, ugyanúgy izé, valószínűleg visszamentem. Még nem mentem, vagy, hogy visszamentem volna, de nem volt rá idő, de már azóta tudok járni újra, tudok egyszerű újra. Nem fáj a hátam, kipihentett magam. Tényes való, hogy Elhanyagoltam azokat a részeket, a nyújtásnak a fontosságát, bár nyújtak azért, de a nyújtás, a bemelegítést nem, nem öt percig melegítettem be, hanem csak egy percig. Tehát, és akkor edzések után is még régen ugye volt idő a gyerekek miatt is, hogy, hogy vagy nem voltak, vagy csak egy volt, és azzal még el lehet bírni egyedül is, nyilván kettővel is el lehet, de, de az már azért neccesebb. Hogy, ugye utána megcsináltam, ugyanaz, hogy beültem a a fürdőbe, ott forró víz, mit tudom én, ott beültem a masszázs részbe, tehát ott adtam, adtam időt a relaxációnak, meg mit? meg ezeknek. És akkor most ugye olvastam, ugye most ez, ez ilyen új divat, egy-két éve, ugye ez a legalábbis, amit én látok az interneten, ugye ez a hidegvizes fürdő, ugye és utána gyorsabb regeneráció kér. És akkor azt most elkezdtem azt. Én is csinálni, hiszen van egy ilyen 13-15 fokos ugye víz is a, a meleg fürdőn belül is, amúgy általában a után szoktak belepattani, és akkor ott, ott, ott szoktam hetrázni még egy 5 perceket, és akkor utána jövök. Ha, és utána megint bele a meleg vízbe, és akkor ott fölmelegettem, akkor ugye akkor megtörölközöm, és utána jövök haza. De borza, borzasztó volt. Hát gyerekek, én ezt nem, 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 és te senkinek nem kívánom én ezt. De azóta tényleg minden van, a hátam is sokkal jobb. Minden-minden szóval lesznek majd videók. A másik meg a vélem volt videó, hogy ugye az ihlet, az ihlet ugye egy el, eltűnt, ugye elsorvadt a, a hangulat, hogy próbáltam keresni ezeket az ilyen tényfeltáró kicsit ilyen, tehát mint a Jokeres videó, hogy ahhoz az anyagot, nem, nem, nem találtam aktuálisat, most régieket, bittométet, én, én is tudnék gyilkosságokkal most ízi videókat csinálni, ú, ezt nem hiszed el, ilyen gyilkosság történt Japánban, pom 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 és felolvasok egy cikket de most annak sem mindig látom értem, hogy biztos, hogy lesz ilyen, biztos, hogy lesz ilyen, hiszen nyilván forrás, forrásból gyűjtök én is, hiszen nem vagyok a gyilkosságnak a helyszínén, meg semmi ilyennek a helyszínén, tehát nyilván én is forrásból élek, de egyszerűen nem találtam olyat, ami érdekelt volna, és úgy elmaradt, és amikor leültem volna videózni, akkor vagy azt szartam bele az egészbe, vagy úgy, elkezdtem felvenni, azt hiszem, két reakció videót, és mind a kettőnél, hó, most, hogy mondom, meg kell megy a hangfelvétel, de elvileg megy a hangfelvétel, és mind a kettő alkalommal megszakadt a hangfelvétel, a tököm tudja, hogy miért, fölvettem valami tiktokos csajról a reakció videót, aki magyarázott, izé egyik haverom, Kanamen küldte, hogy magyarázott ott kabukicsoró jeltő, eltűnnek a nők, akkor elkezdtem, ugye először néztem végig rendesen, és akkor elkezdtem vele reagálni, aztán megmaradt, ott hagyja meg az egész, mondom, én most őt nem akarom bántani, hogy elment a kedve Marik, hogy bántsak valakit. Na mindegy, egyszerűen nem, nem úgy jött ki, most, most ha meg nincs, nincs kedve az emberek, akkor meg a fasznak vesz föl bármit is, de még most csak azért, hogy legyen, azért nem kell. Gondolkodtam, hogy ilyen kis filmeket így fölveszek telefonnal, ez a bemegyek a kombinyiba, itt tartalom, tudom én, pornóiság, annél ilyenek, és akkor ilyen kis 20-30 másodperces sarcokat így feltöltök, és akkor belepofázok magyarul, nem tudom, van erre igény, maximum akkor, ha ilyenre van igény, akkor ilyenből talán tudok alkotni többet is. Meg, lehet, hogy érdekesebb is, meg lehet, hogy modernebb, ugye, mert mostában az a divat, de biztos nem fogok alá feliratot csinálni, mostában szoktak ki buzisa, hogy feliratot kell alá csinálni, mert lehet, hogy a hülye nem tudja felhangosan és meghallgatni, már bocsánat, és nyilván, és nyilván nem azért van, mert a, a, a hallássérültek miatt, hanem azért, mert ugye, ha nem tud hallgatni a telefont, legalább, lát, legalább tud, hogy mi van odaírva. Na de mindegy, de mindegy csöcs, én én, 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 nem fogok erre. Tehát az hogy egy 30 másodperces videó, még szopjak, még azon, még nem tudom, egy órát, hogy feliratozzam azért, hogy <laughs> nem, nincs az Isten. Akkor inkább utána nézek valami sokkal kreatívabb és izgalmasabb és, és, tanulságosabb dolognak. De, na mindegy csöcs, nem akarom én fikázni a tiktokereket, meg ezeket, értem hogy ez a trend. Ő dolguk. Na de. Szóval ez, ez, ez történt így velem így mostanság. Nem, nem, nem volt túlságosan kellemes, de, de mondom, kilábaltam belőle. Családgyerekek, mindenki jól van. Ö, mit akartam? Na, és erről akartam, hogy csinálok egy külön videót, és ez, ez az izgalmasabb része lesz a videónak, és be kell fejeznem időn belül, mert aztán le fog járni ez a film, amit itt fölvettem. Egyik nap úgy döntöttem, hogy elviszem sétálni a kutyát. De úgy sétálni, hogy elengedem. És a, egy ilyen tisztásra a híd másik oldalán, vagy a folyó másik oldalán, úgyis jó, a híd másik oldalán, a folyó másik oldalán, sem minden, A híd alá van egy kurva nagy puszta, ott szoktunk őket futkarászni, talán fél, csináltam ott fotókat is, mikor tél volt, lehet a kutya is rajta van, nem tudom, és kiraktam Facebookra is, meg Instagramra, a felet tudja, mindegy, tök jó hely, és így megyek le, a, megyek át a hína, hogy a hídon nézek lefelé, látom, hogy, hogy ott kavar valami rendőrautós egy pár autó így onnan kifele. Nem mondom, biztos volt hogy balhé, vagy mit tudom én, rossz helyen parkoltak. Beálltak egy tanyára, mert ott vannak tanyák, ami nyilván embereké, és arra azért nem se tudom a kutyát, mert Bemegy, nyilván nem fogja ellopni a termést, de oda szarik, lehugyozza, meglátja valaki, nyilván nem lövi, lemerít ugye fegyvert, nem lehet tartani, tehát senkinek nem lesz, nem fogják megnyúzni élve, csak hogy nem akarok veszekedni, mindegy, nem ez a ilyen, Mondom, hogy elzavart három rendőrautót. mondom jó, vagy rend, na egy, egy rendőrautó valószínűleg elzavart egy két-három autót, jó. És akkor, hogy én fordultam le és ugye le kell ereszkedni, úgymond ilyen völgyre, ilyen dombról, és én a betonútról kanyarodtam volna oda be, és a rendőrautó jött föl ki a betonútra, ahonnan én jöttem volna. Egymás, én rájusson néztem, mentem lefele, be a híd alá, aki, aki, aki esetleg arról akar egy részletesebb jelentés, hogy ez hogy néz ki, csináltok róla egy külön videót, de minek? mindenki képzelje le, lementem a híd alá, ez egy viszonylag egy nagy kört így leteszek, leraktam a kocsit, kiengedem a kutyát, és amint kiengedtem a kutyát, mint valami horrorfilmben, így a nádasból, a különböző utakból, ilyen kisebb kerti traktorok, meg egy kurva nagy piros traktor, így kijött a babozótosból, mondom, Jézus úristen, mondom, itt ilyen karbantartás van, vagy, vagy ilyen területrendezés, vagy nem tudom, micsoda, vágják a füvet, vagy mindegy fasz, mondom, a kutyát visszaraktam, a csomiba, ott szokott utazni. Aztán izé, beültem a kocsiba, és elindultam. Mondom, hogy ilyen draktorok vannak, meg akkor megyünk egy nagy kört, és akkor elmegyünk, azt keresünk egy másik helyet. Meg elindultam. Egyszer csak hallom, hallom hátam, hogy a Tomarina szaj, Tomarina, tomarina szaj, úgyhogy álljon meg mondom, hogy nézek a visszapillantóban, mi a kurva anyját akarnak ezek. És így felbasztam magam, mondom, a kurva anyátokat, mondom, mocskos szemét, büdös buzik, mondom, de elegem van belőletek. Mondom, azért, mert látták, hogy egy külföldi a ők már kanyarodtak volna rá a betonútra, elmenve a picsába a hídon túl, ők megfordultak és lejöttek. Mert egy külföldi a Na, félreálltam, és ez írd és ezt japánul, ha helytelenül, nem, vagy jav, most nem fogom japánul mondani, az hogy helytelenül mondom, vagy nem, nyelvtanilag hibás, vagy nem hibás, szartam rá, ez így körülbelül magyarul ez így lehet lefordítani, hogy mondtam, hogy mi van, unatkoztok, bazd meg! És lefagyott mind a kettő, kijött a kocsiból, mondom, unatkoztok, geci, mondom, mi a fasz? Mondom, mit csináltam valamit? Mondom, mondom, ilyen ellenőrzés van, ilyen fokozott, vagy mi van? Sem és akkor lefagyott, Semmi, Ö, izé, Ö, jöttünk ellenőrizni, hogy van-e magánál veszélyes tárgy. És én néztem rájuk, mondom, hogy most komoly, mondom az összes buzi siamába, mikor én beszélgetek éjszaka, vagy beszélgetek nappal, egyedül, fülembe van a fülhallgató, beszélgetek édesanyámmal, a barátaimmal, a kutyát hareggel, ha reggel, ha este, ha faszom, biztos, hogy valami köcsög volt olyan a múltkor is ültem a parba, meg volt világítva a fejem a telefonnal, de még a lámpa is ott volt, iszogattam egy üdítőt, az meg, beszélgettem, nem is tudom, vala, vala, valami spanommal, a túloldalon két csávó feltörengett úgy volt baszva, kihez ön oda a rendőr hozzám, aki beszélget. És akkor még, de volt olyan is, hogy, hogy ugyanúgy ültem a parba, láttam, láttam, hogy megáll a rendőr, ott a föl, Izé, fölálltam, azt elmentem, az magott a hátam mögött. Hő, hő, mondom, ott rohadjál meg, és így legyintettem. Takarodj az anyádba. És itt is, en, ennek, ezeknek is mondom, elmentek te büdös picsával, tudjátok, hogy mit te, milyen, ja, ja azt mondom, milyen veszélyes tárgy. Mondom, 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 abunai mono, e, nani, micsoda, és mondom, hogy, őszintén mondom, 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 valószínűleg láthatok már milliószor. Mondom, ide, akartok, ide jönni, angol gyakorolgatni, meg megmutatni egymásnak, hogy itt egy külföldi, izé, igazoltassuk le. Milyen veszélyes, tehát őszinte, hány külföldinél van, amúgy csinálhatnánk erről egy videót, de az, hogy annyira faramúcél, után utána ennek utána néztem, hogy lehetne erről videót csinálni, hogy ugye lehet-e nálad kés, nem lehet, ugye volt is olyan kés, hogy a kés ki lehet -e vinni a reptérre, nyilván amit veszel kést, meg szamurájkardot, meg ilyesmi, hogyha nagy bőrönt berakod be, ő rendesen becsomagolva, akkor hazaviheted. Tehát ha veszel egy gyönyörű japán konyhakést, és az be van rendesen csomagolva, dobozolva, és nem veszed ki a dobozból szállítás közben, aztán nyugodtan hazaviheted. De például már semmilyen zsebkés hivatalosan nem lehet nálad. Tehát a rendőr megállít egy, mert egy, azt hiszem, 6 cm-nél 6 hosszabb kés nem lehet nálad. Hosszabb penge hosszúságú kés nem lehet nálad ez van. Tehát még a svájci biska is már szerintem hosszabb, mint 6 centi. Ugye Magyarországon még régen azt hiszem 7,8 volt, vagy 8,9. Most nem akarok ilyes híves hülyeséget mondani. Körülbelül 8 centi volt Magyarországon. Kb. azt hiszem egy, ö, egy sima is doboznak a hossza. Körülbelül azt hiszem az, az, az a megengedett Magyarországon. Itt nem. Itt, itt nem lehet nálad budli bicska semmi. Semmi. Lehet, hogy azt mondják, hogy jó, ragdel el, rendőrtől függő, ha hosszabb a megengedetnél, akár mit tudom én, 10 centén, vagy nem tudom, tehát fél, van egy konyak és hátul betűrve doboz minden nélkül, börtönbüntetés millió olyan, bármi lehet, nyilván attól függ, hogy hogy ítélnek el, mint ítélnek el, milyen előjogod van, hogy viselkedtél, akármit, tehát nyilván. De az, hogyha te itt vásárolsz egy kést, azt nyugodtan vitt haza. De mindegy, mondom, hogy mondom, hány külföldi követettem, most külföldi fehér ember, nem akartam így mondani bármilyen bűncselekmény, meg ki, kikitele, mondom, tudjátok, hogy nézzetek meg az autót, Jó, megnézhetjük az autóját, mondom, nézd meg, mondom, ott van az Ampamban, a George Mayon meg, meg a, meg a Mancsör járat, meg a, meg a Nontán színe, színező, mondom, valamelyik hát, ha lehet a papírja éles, mondom, megvágja az ujjadat, mondom, így, mondom, vigyél be, mondom, a kurvanya is. Megszól, várjál, várja, attól a fasz, mondja nekem, hogy olyan hirtelenül be az autóba, és indultam, mondom, szerintem én titeket nézlek. Mondom, mondom hirtelen ti fordultatok meg, mert megláthatok, hogy jaj, igazoltasok a külföld. Jaj, az nem is úgy van, mondom, nekem ne hülyeskedjetek, de hogy nem úgy volt. Hát mentetek volna elfele. Mentetek volna elfele. És nem úgy volt, nem, a fasz nem. Már bocsánat. És akkor ott hebeget, habogott a másik az ellenőrzőnek. Ja, ellenőrz az autót, hátul a kutya, szembe vele, ön miért jött ide, mondom, kutyát sietetni. És, meg... és kérdezze a másik, közben ellenőrzi az autót, és hol a kutya? Mondom, veled szembe, hülye. Nem tudtam azt mondani. Menno mai -e aho. Úgyan, mondom, veled szembe, hülye. És akkor így néz, és ott ül vele a kutya, nyúj, így nyújtotta a nyelvét, és így nézett de egy szerencsét vagy nem valami pitbull, vagy ilyen rottfeller, ilyen antiszociális dög letépte volna a fél arcodat, mondom, hogy örültem volna, hogy tapsoltam volna is hozzá, lehet, mondjuk akkor meg sítre kerültem volna. De egyszerűen olyan szinten fölkúrtam magam, úgy elküldtem őket a faszba, és mondták, és akkor így mondja, hogy ezért -e valami igazoló van, nálam, mondom, szerinted autóba vagyok, szerinted nincs, te tessék itt a jogosítványom, itt a külföldi kártyám, itt a faszom is, és, a... és akkor így mondja, hogy de mondom, végezzem, ha nem érek rá, mondom, mennek a kutyát sétáltatni. Mondom, nincs időm, mondom, családom vagy gyerekem van, a kutya sétáltatása körülbelül egy órán van, mondom, utána mennék haza, mondom, hogy nekem nincs időm a hülyeségetekre. Mondom, mondom, hogy igen, ne jó. Iszogásiakra. Hajak és síroja. Mondtam neki. Mondom, és akkor, és közben, hogy hogy írta fel az adat, hogy remegett a keze a palinak. Ugye azt mondtam nektek, hogy volt ilyen jó kis rendőri hókamóka, hóka hogy egyszer igazoltattak mert robogon voltam, és nekik le kellett igazoltatni a robogós külföldit, hogy így ketten pújták a jogsimat, én meg így körbe, én meg körbentem, és így körbe ö, sétáltam őket, és így háttérben konkrétan elvettem volna mindkettőtől a fegyvert, meg is szurkálhattam volna, azt sem nézték, hogy hol állok. Annyira el volt, tehát ennyire jó a japán rendőrség, ennyire csodálatos és tökéletes, tehát igazi balfaszok a nagy része, már bocsánat, nem mindegyik, nyilván vannak nagyon jó fejek, és találkoztam tényleg jó fejekkel is. És... Őket Isten áldja, de és írja izét, mondom, gyorsan, nem érek rá. mondja, hogy, és amúgy mióta van itt? Mondom, nem akarok beszélgetni, mondom, írjad már azt a szart. Mondom, te vagy a rendőr, deríts ki. Hol, hol, hol dolgozik? Mondom, te vagy a rendőr, deríts ki, bazd meg. Hát mondom, írt vagy, nézd meg, hogy hol dolgozom. Mondom, ha nem mondom meg, akkor mi van? Ha nem vagyok köteles megmondani, nem követtem el semmit, nem vagyok előállítva, nem vagyok köteles válaszolni a hülye kérdéseidre, mondom, ülcs ki azt a szart, engedj el, azt menjünk, jó, jó, tessék, itt van. Olyan szinten fölkurtam magam, és most is, hogy ezt mesél, Olyan szinten fölpaprikáztam magam, újjá költem magam a kurva anyjából, csak úgy zuhogott, és szerintem utána még egy szégyelték magukat. Hát de tényleg, hát ilyet bazd meg, és egyfolytában oda jönnek, és megállítnak, tehát már látom, hogy már itt ami állok kint az utcán, vagy neki vagyok támaszkodva valakinek, mint este 10 óra körül, meg sétálom a kutyát, meg beszélgetek, mit tudom, a híres emberrel, vagy anyukámmal, vagy barátaimmal, és látom, hogy lassítlan a rendőrúton, megyek a másik irányba, mondom, rohadjál meg, mondom, úgyse fog, úgyse fog megfordulni egy irányú úton, egy irányúban, nem fogja azért fölbaszni a kéket, vagy a pirosat itt. A hülye büdös köcsög. Fú, de fődegesítettem. <laughs> Na mindegy. Hát nem tudom, hogy ez jó, hát még van, 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 de ennyi legyen ez a kis videó. Ezt a végét, ezt egy kicsit lehet, hogy túlpaprikáztam, de ez van, ez ilyen, tényleg ez ilyen beszélgetős, semmit mondó, semmiről nem szóló, de a végül is apáról olyan, hogy szólt, mert volt itt egészségügy, volt itt rendőrség, volt itt beach kultúra, volt itt minden igazából, csak jól elnyújtva azt, aki végighallgatja, végighallgatja, aki nem, az nem. Igyekszem sűrűbb lenni, aztán majd meg, meglátjuk, hogy sikerül-e. Most nyilván ez nekem az egy hobbi még mindig. Na jó van, szevasztok, egy, egy, élmény volt újra itt nektek videót gyártani. Na ciao.